86%-kal lecsökkent. De nem az, hogy 8%, hanem 8, majdnem elfér. Az Ausztráliában végzett oltási program eredményeiről beszél dr. Tóth János nőgyógyász, aki hívja annak, hogy a fiúk is minél hamarabb részesei legyenek a HPV oltás programjának. Azt mondja, nem az önkéntes szűrésekben, hanem a védőoltások bevezetésében van a remény arra, hogy 20-30 év múlva megszűnjenek a méhnyaknákos megbetegedések a lányoknál, és a HPV okozta fertőzések a fiúknál. Ami nagyon fontos, hogy a védőoltás nem csak a méhnyakrák, hanem egy nemi szemölcsök, nagyon gyakori nemi szemölcsök ellen is véd, amit a fiúkat ugyanúgy betegíti meg, mint a lányokat. Tehát, hogyha a fiúk kapnak védőoltást, akkor nem fognak megbetegedni a nemi szemölcsökbe, és nem is fogják a nemi úton átadni majd a hölgyeknek. De nem csak ez az nagyon fontos, hanem az, azért fontos lenne a fiúknál is, mert ők is megbetegedhetnek a vírustól, amit nagyon kevesen tudnak. Tehát nem csak méhnyakrákot okoz a HPV vírus, hanem a férfiaknál végbélrákot, szájüreg rákot is igen kis mennyiségben, tehát nem olyan nagy számban, mint a méhnyakrákot a nőknél, de azért ez a betegség is előfordul. Tudt főorvos azt mondja, jelenleg egyetlen gyártó van a világon, és ugyanazt az oltóanyagot használják Sydneytől New Yorkig. A gyártó cég egyetlen európai lerakata egyébként Magyarországon van. A tervek szerint 3,4 milliárd forint értékben 120 ezer vakcinát biztosít, valamint 2020 márciusáig opcionálisan további 160 ezer oltóanyagot a 12 évesek védőoltásához. A kérdés az, hogy sikerül-e megfelelő kommunikációval elérni, hogy a fiú családok is beadassák a vakcinákat. Nyilván nem a méhnyakrákkal kell kezdeni, az, hogy ő is kaphat betegségeket, nemi betegségeket, nagyon egyszerűen csak egy első nemi kapcsolatában is elkaphatja, ami nagyon csúnya, kiütésekkel, fekélyekkel járhat a nemi szervén, hogyha ezt azért anyukával vagy apukával meg tudják majd beszélni a védőoltás környezetében, amikor erről szó van, akkor én azt hiszem, hogy nem lesz ellenállás. Ha az egészségügyi kormányzat úgy dönt, akár már ősszel elkezdődhet a 7. osztályos fiúk HPV elleni védőoltása. De ezért nagyon...